Köztartozások miatt 57 millió forintot inkasszózott a NAV a Jászberényi Szent Erzsébet kórháztól. László Imre korábbi kórházigazgató arról beszélt híradónknak, hogy a kórházakat jellemzően alulfinanszírozza az állam. És az emiatt megnőtt várólisták szerepet játszanak abban, hogy számos betegállapota a várakozás ideje alatt jelentősen romlik. Az adóhivatal végrehajtási listáján állítólag több kórház szerepel. Lecsapott a NAV. A hivatal 57 millió forintot emelt le a Jászberényi Szent Erzsébet kórház számlájáról. A kórházat köztartozások miatt kellett inkasszózni, és a NAV végrehajtási listáján a Népszava szerint több kórház is rajta van. A kórházi főigazgatóság a lapnak azt írta, a kórháza gazdasági működése stabil, köszönhetően a kormányzati beavatkozásoknak. Ennyire szemérmetlen, ennyire pofátlan, ennyire embereket hülyének néző közlemény, amit az országos kórházi főigazgatóság kiadott, az nyilván csak két dolgot vett föl, hogy vagy az, aki ezt írta, vagy az, aki kiadta, vagy mindkettőnek fogalma nincsen a dologról. László Imre szerint tragédia, hogy a kormány csak a GDP 4,7%-át költi egészségügyre, szemben az EU 8%-os átlagával. A DK politikusa hozzátette, a kórházak alulfinanszírozása miatt az intézmények kevesebb beteget tudnak ellátni, ami megnöveli a várólisták hosszát, ennek pedig az a következménye, hogy az emberek állapota romlik, és nem kizárt, hogy halálesetek is összefüggésbe hozhatóak a helyzettel. Március végén 110 milliárd forint volt a kórházak adóssága. Ki, hogy ennél sokkal nagyobb hiány a kórházfinanszírozásban, mint ami a konszolidáció megjelenik, mert ennél sokkal több létszámra lenne szükség. Ugye elmegyünk kórházba, látjuk, hogy milyen kevés az ápoló, mennyi nehéz az orvost elérni. Látjuk, hogy nincs WC papír, az élelmiszer, vagy amit adnak, ugye a reggeli vacsora, stb. Minősége nem kielégítő, főleg nem beteg emberek számára. Ez mind a hiányból ered. A beszállítók érdekképviseletének főtitkára híradónknak elmondta, a kórházak adóssága gyakran összefügg az osztálybezárásokkal. Az áthelyező határozatok körülbelül 15-20%-ában eszközhiány volt az áthelyezés indoka. Tehát azt lehet mondani, hogy most már ott van a magyar kórházakban az a jelenség, hogy valamilyen eszközhiány miatt nem tudnak bizonyos ellátásokat végezni. Ráski László szerint ez a folyamat tovább fog folytatódni. A magyarországi kis és közepes vállalkozásoknak körülbelül a fele gondolkozik azon, hogyha az elkövetkezendő néhány hónapban, ugye főleg a beígért adósságrendezés nem úgy alakul, ahogy az várható, tehát nem jutnak hozzá a követelésük nagy részéhez, akkor várhatóan a második fél év, majd legkésőbb az év végével ők be fogják szüntetni a tevékenységüket. A főtitkár szerint tetézi a bajt, hogy a cégek a kintlevőségeik miatt nem tudnak megfelelni az uniós előírásoknak.